Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar barátaim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalmi szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésünkön. Elsősorban a mai napon a szabadságharc 64. évfordulójára emlékezünk, de emlékezzünk meg, talán erről ma egy picit kevesebb szó esett, a 2006-os események 14. évfordulójáról is. Tehát a mai napot nem csak a 64-es, hanem a 14-es szám jegyében is gondoljuk végig, és érezzük át azt, hogy 14 évvel ezelőtt mi történt. És kétségtelen, hogy a mai nap elsősorban a szabadságharc és a szabadságharcosok ünnepe, de biztos vagyok abban, hogy nem vagyok kegyeletsértő, és nem fogalmazok helytelenül akkor, amikor azt mondom, hogy október 23-a a nemzeti radikalizmus ünnepe is. Így van. És akik itt vannak, és akik ez a közösséghez tartoznak, azoknak minden erkölcsi alapjuk megvan arra, hogy a mai napra méltóképpen emlékezzenek. Sokáig gondolkodtam azon, hogy szóba hozzak-e egy néhai nemzeti pártot, amelynek igyekszem a nevét most már ki sem ejteni, a számra sem venni, mert mordori nyelven én meg nem szólalok. Gondolkodtam, hogy helyese vagy sem, néhány mondatot azért szentelnék. Szentelnék nekik, hiszen bár az elmúlt két évre sem kényszerítette őket semmi, de hogy ma az ország különböző pontjai közösen emlékezzenek meg azok szellemi utódaival, akiknek a szellemi elődei behívták az oroszokat és lövettek a mieinkre, az valami egészen elképesztő politikai perverzió. Nem jönnek rá arra, hogy nem csak egyszerűen erkölcstelen és gyomorforgató, amit tesznek, de a világon semmi logika nincs benne. Hiszen ez a párt, amelyet ugye a Balsors már régóta tép, jobb oldalon hiteltelenné vált, ide vissza már nem jöhet. Orbán Viktor miniszterelnök úr mindjárt elégedetten dörzsölheti a tenyerét, hogy hurrá, most már a Fidesztől jobbra nincs élet. Azonban a miniszterelnök úr öröme tiszavirág életűnek bizonyult, hiszen nagyon hamar felkerült a politikai térképre egy új jobboldali radikális párt, a Mi Hazánk Mozgalom, amely sikeresen elfoglalta be a Fidesztől jobbra lévő politikai területet. Úgyhogy újra van, immár két éve van élet a Fidesztől jobbra, és történelmi tettet hajtottunk végre azzal, kedves barátaim, hogy 9 hónap alatt 3,3%-os eredményt értünk el a tavalyi EP választásokon. Hát gondoljuk végig, hogy mekkora eredmény ez, mire elég 9 hónap? Arra elég, hogy egy magzat kifejlődjön az anyamében és világra jöjjön. Ennyi idő alatt fejlődött ki az új nemzeti radikális párt, a Fidesztől lényegesen jobbra lévő Mi Hazánk Mozgalom. És miért fontos ez? Azért fontos, mert bármit is mond, bárhogy is trükközik, próbál cselezni a jelenleg miniszterelnök, jobboldali szavazók tömegei soha nem fognak rászavazni, akkor sem, hogyha feje tetején pörög. Éppen ezért fontos, hogy legyen olyan hiteles jobboldali radikális erő, amely ezeket a szavazókat begyűjti, és egy erős közösséget formál belőlük. Aztán, hogy mennyire elképesztő, amit ez az egykori úgynevezett nemzeti párt végrehajt, azt megközelíthetjük másik oldalról is. Hát valószínűleg Ferenc a nagy komédiás nem csak a 10 ujját, hanem talán még a lábujjait is gyalogatja örömében, hiszen úgy szabadul meg valamikori ördökként gyűlölt ellenségétől, hogy abból közben a legnagyobb politikai hasznot nyeri ki azáltal, hogy a szavazóikat lenyúlja. Legyünk arra büszkék, hogy egyenes gerincsel itt állhatunk, hiszen, kedves barátaim, nagy képviség nélkül, de kellő önbizalommal kijelenthetjük, hogy a mi gerincünk kálcium tartalma igen magas.
A mi gerincünk nem gumiból és nem takonyból van, mint egyeseknek, akik sajnos érdemtelenekké, méltatlanokká és árulókká váltak. Aztán, hogyha próbálok egy másfajta összehasonlítást végezni, immáron 1956 és 2020 között, akkor azt kell mondanom, hogy bizony 64 évvel ezelőtt könnyebb dolga volt dicsőveleinknek. Tudták, hogy kik az ávósok, tudták, hogy kik a ruszkik, tudták, kire kell lőni. Mi, akik közelről figyeljük a politikát, önök, ti, akik a politika iránt érdeklődtök, vagy mi, akik ott vagyunk a frontvonalban, alapdolgokkal tisztában vagyunk, de sajnos nagyon sok tisztességes magyar ember, nagyon sok honfitársunk kicsit összekeveredhetett az elmúlt két esztendőben. Nem csoda ez, kedves barátaim, hiszen hogyha két szót mondhatok, hogy mi jellemzi a két nagy politikai tömböt, akkor a szivárvány és a kaméleon kifejezések juttak eszembe. A szivárványt nem kell megmagyarázni, hiszen összeálltak azokkal is, akik elvileg nem tartoztak volna össze, és milyen, és még egy gondolat, milyen perverz az, és mennyire képtelenség és képtelen fordulata az életnek és a magyar politikának, hogy az a néhai párt azokkal állt össze, azokkal merül el a magyar közélet legmélyebb bugyraiban, akiknek a közéletből való távozását a lusztrációs javaslatok révén 10 évvel ezelőtt még vére szája követelte. A szivárvány, a globális felmelegedés egy sajátos mellékhatása pár héttel ezelőtt is megmutatkozott, és hogy mondjak egy másik párhuzamot, hogy bizony sok tekintetben nem változnak az idők, hiszen, hogy itt az előbb a Romer kiváló előadásában is elhangzott, 64 évvel ezelőtt tankokból, géppuskákból, gépágyukkal lőttek a gyermekeinkre. Manapság a televízióból, az internetről, sőt már mesekönyvekből is tüzelnek rájuk, és bizonyos értelemben az ágyú tűznél is komolyabb pusztítást végeznek. Végez ez az istentelen, a természet rendjétől, a teremtett rendtől elrugaszkodott szivárványos csapat, amelyet a hatalmon kívül a világon semmi nem érdekli. Egyetlen programjuk, hogy meg akarják szerezni a kormányudat. És ott van a másik nagy tömb, amelyikkel szintén nagyon kell vigyáznunk. Rájuk értettem az előbb, hogy a kaméleon jelző illik talán a leginkább rájuk, hiszen látszólag kielégítik talán még a tőlük jobbra álló szavazók jogos igényeit. Valójában azonban sokszor még a jobb közép szavazók igényeit sem elégítik ki. Amit ők tesznek, az rendkívül veszélyes abból a szempontból is, hogy elaltathatja, megtévesztheti a nemzeti radikalizmus immunrendszerét. Amely immunrendszer szerencsére az elmúlt két esztendőben kezd életezni, kap is olyan ingereket a külvilágtól, amelyek ezt indokoltá teszik, de hogy bizakodóak lehetünk, nem elbizakodottak, de bizakodók, az azt is mutatja, hogy a kaméleonos társaság ebben az ügyben nem mert megszólalni, holott ők is támogatják ezeket a kiadványokat. A szivárványos csapat harci értékét pedig nagyon jól bemutatja az, hogy egy 50 kilós, törékeny, 4 gyermekes édesanyától összecsokizták magukat, halálra rémültek. Milyen kedvező helyzetben vagyunk mi, itt most Leonidas király jut eszembe, hiszen mi ebben a harcban törékeny asszonyainkat, törékeny hölgyeket, törékeny nőket is csatába küldhetünk a siker minden reményével. És hogy merítsünk erőt az 56-os hősök küzdelméből és mártír halálából, és végiggondoljuk azt, hogy a mi helyzetünk, bár bizonyos szempontból a helyzet nehéz átláthatósága miatt talán nehezebb, de leginkább azért mégis sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, ha a dolgok lényegét tekintjük. Hiszen az 56-os hősöknek életük és testi épségük kockáztatásával, legtöbbször életük árán kellett felvenniük a harcot a kor legerősebb, legkönyörtelenebb hadseregével. Ehhez képest, kedves barátaim, nekünk
egy választást kell, a következő választást kell sikeresen megvívnunk. Ők szembe mertek nézni a Vörös Hadsereggel, hát akkor nekünk ehhez képest gyerekjáték szembenézni a 2022-es választásokkal, amelyre az meg kell erősödnünk, meg is fogunk erősödni, egyetértek az előttem szólóval. Biztos vagyok benne, hogy sikerre vagyunk ítélve, ehhez pusztán csak a megfelelő munkát kell elvégezni. Kitartás, fel a győzelemre!